Jó reggelt mindenkinek! Ha egyszer szeretnétek kiakasztani egy kutatót, akkor csak tegyetek fel neki egy pofon egyszerű kérdést. Olyat, amire nyilván mindenki tudja a választ. Például, hogy egészségesebb a sült krumpli, mint a brokkoli. Ahelyett, hogy azt válaszolná, hogy természetesen a brokkoli, hiszen ezt mindenki tudja, elkezd mindenféle hülye kérdéseket feltenni. Például, hogy a táplálék csak sült krumpliból vagy brokkoliból áll le, vagy van mellette más is. Milyen egyéb életmódot befolyásoló tényezőket kell figyelembe venni, meg egyébként is mit nevezünk egészségesnek. És jönne még legalább 1000 ilyen kérdés. Erre a kutató kétféle reakciót szokott kapni. Íme az egyik. Oké, akkor te csak tömjed magadba a mérget, én majd eszem egészségesen. És a másik? Istenem, miért kell mindent ennyire túlgondolni? Egyszerűen nem értem. Hogy maradhattok ti életben egyáltalán? Szóval, amikor néhány napja Magyarósi Csaba azzal a kérdéssel hívott fel, hogy vajon különbséget lehetett tenni aközött, hogy három tök különböző naptej hogyan véd, most gondolatban futtassátok végig ezt a párbeszédet. Ráadásul, aki nézte a korábbi videóimat is, az tudja, hogy erre egyetlen jó válasz van, méghozzá az, hogy az attól függ. Viszont tetszett a kihívás, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebben a videóban egy kutatási folyamatot fogok modellezni, de hangsúlyozom, egyrészt nem ez a szakterületem, másrészt házi körülmények között vagyunk, úgyhogy egész biztos, hogy lesz benne csúsztatás, pontatlanság és félinformáció. A lényeg ismét inkább a gondolatmenetem van, vagy a gondolatmenetben rejlik. Kezdjük az irodalmazással. Körülbelül 2 napot töltöttem el azzal, hogy felvértezzem magam UV-val, illetve fejest ugorjak a napteiparba. Képzavar, képzavar hátán. Oké, nem 2 teljes nap, de azért elég sokat utána olvastam. Röviden összegzem ezeket. Először is az UV egy elég széles tartomány, és hiába beszélünk UVA és UVB sugárzásról, ezek még mindig elég tág sávszélességet képviselnek. A különböző hullámhosszoknak ráadásul különböző élettani hatásaik is lehetnek, és most ne is beszéljünk arról, hogy mennyire szórnak az emberek egyedi érzékenységei is. Ez utóbbit egész biztos, hogy nem tudnám házi körülmények között végigtesztelni, de vajon megmondani azt, hogy ezek a különböző naptejek mit kezdenek az UV-val, vajon sikerülhet-e? Az UV védelemért felelős összetevők 2 csoportba sorolhatók. Az első a fizikai védelmet nyújtók, ezek egyszerűen visszaverik az UV-sugárzást. Körülbelül olyan, mintha betekernénk magunkat alufóliába. Az biztos, hogy az összeset visszaveri, tehát nem égünk le, viszont nem is barnulunk és nagyon melegünk lesz. A másik kategóriába a kémiai védelmet biztosító anyagok kerülnek, ezek egy rájuk jellemző hullámhoz tartományt képesek elnyelni. Ahhoz, hogy a teljes UVB és UVA spektrumot is lefedjük, többféle ilyen összetevőt kell beletervezni minden termékbe. És bár minden készítmény valamennyire nyújt fizikai védelmet is, azért a hangsúly a kémiai védelmen van. Úgyhogy a teszt akár kezdődhetne azzal is, hogy összehasonlítom az összetevőket, és a szakirodalomban megnézem, hogy melyik tartomány elnyeléséért felel. Igen, képes voltam végigbogarászni őket, de ettől most megkímélek titeket. Maradjunk annyiban, hogy egyrészt voltak átfedések, másrészt pedig ez alapján 280-tól 400 nanométerig a védelem kimaxolva. Elméletben persze, mert hogy nem tudom, hogy miből mennyi van a termékekben, milyen stabilak, hogy módosítják az egyéb összetevők ezeknek a hatásait, stb. Úgyhogy itt egy reális célkitűzés, megvizsgálom, hogy mennyi UV-t engednek át az egyes készítmények. Ehhez pedig egy PeakTech 5085-ös UV-mérőt használok, amit a Commetrate-től kaptam kölcsön a kísérletek erejéig, ezúton is köszönöm nekik, enélkül elég nehéz lett volna UV-t mérni. Viszont már is itt van egy újabb korlát, ugyanis ezzel a műszerrel csak a 290 és 390 nanométer közötti összsugárzást tudom vizsgálni, tehát nem tudom megmondani, hogy melyik termék, melyik tartományban mennyire izmos. Na de ezek után essünk neki a mérésnek, ami megint csak egy kicsit problémás. Nem tudom hány folpakkos és előtét fóliás szerencsétlenkedés után végül ott kötöttem ki, hogy írásvetítő fóliát használtam. Azt hiszem az E-generációsoknak később csinálok majd egy olyan videót, amiben elmondom, hogy mi az az írásvetítő. Mivel már maga a fólia is szűr valamit, ezért ez lesz a kontroll, és biztos, ami biztos, egy testápolót is bevetettem. Bízom én persze az UV-védő molekulákban, de lehet, hogy jobb, ha van egy ilyen összehasonlítás is. És persze itt a 3 vizsgálati alany is, egy Nivea, egy La Roche-Posay, és egy Cyan.
Ezekből egy keveset megpróbáltam egyenletesen elcsűrűszkölni a fólián, minden felvitel között megtörölve a kezemet. Még mielőtt megkérdezitek, azért a hátoldalom, mert nem akartam, hogy még véletlenül is bekavarjon az alkoholos filc. Mivel mindhárom termék tök különböző állagú volt, ezért nagyon nehéz volt meghatározni, hogy pontosan mennyit vigyek fel a lapra. Ezért azt néztem, hogy fény felé tartva nagyjából ugyanannyira, és egyenletesen legyen maszatos mindhárom naptej, és a testápoló rubrikája is. Mondjuk nem tudom, ez kamerán keresztül mennyire látszott. Háromszor végigmértem az egészet, egyrészt mert párás volt a levegő, és az alapérték is nagyon ingadozott, másrészt pedig hiába tűnik egyenletesnek a maszatolás, az még nem biztos, hogy egyenletes. És most nézzük az eredményeket. Ez az uglói RKM-en mért teljes UV-sugárzás átlaga a kísérlet pillanatában. Jól látszik, hogy már az írásvetítő fólia is leszedett belőle valamennyit, a testápoló meg... hát ez nem sok. Jöjjenek a naptejek! Hát... szerintem ez szignifikáns, vagy úgy is mondhatnám, hogy... Ja. Ez akkor igazán szembeötlő, ha az üres laphoz, mint kontrollhoz viszonyítom őket. A testápoló borzalmasan teljesít, de a három másik termék jó 90%-át kiszűrte a vizsgálati tartománynak a jelen kísérleti körülmények között, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Egyrészt egy ezzel foglalkozó laborban gyanítom más protokollt követnek, és másféle méréseket is végeznek. Másrészt a bőrön akár tök különbözőképpen is viselkedhetnek. Harmadrészt pedig egész biztos, hogy ahány ember annyiféleképpen keni magát. A véleményeiteket a videó alatt várom komment vagy like formájában, és ne felejtsétek el megnézni Magyar Ósi Csaba videóját sem az ilovebalaton.blog.hu oldalon. Ja, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!